Mindenkit egy újabb GTA 5-ös videóban, és én Hessa vagyok. Ezúttal most egyedül vagyok, mivel nem tudtam összejönni senkit, viszont különlegességeket fogok nektek mondani a GTA világából. Lesz majd olyan, amit már tudtok, lesz olyan, ami még újdonság. Kezdjük is rögtön az elsővel. Célkereszt. Sokan kérdeztétek, hogy ezt a gyönyörű pont célkeresztet hogy lehet leváltani. Na most figyeljetek. Settings. Display. Waypoint target. Komplex. És ott a célkeresztünk. És mindjárt kipróbáljuk a sünökön is, mert mindjárt itt lesznek. Hallottam már olyanról is, hogy valaki a másikat csalónak bélyegezte, csak azért, mert ilyen célkeresztje volt. Na most gyerekek, ez nem csalás, nem mod, nem semmiféle illegális dolog. Ezt a játék elérhetővé teszi számunkra, bármikor használhatjuk. Csak át kell állítanunk azon a helyen, amit mutattam. Nem nehéz. Bár én inkább a pont célkeresztet preferálom, de ez is nagyon jó. Vissza is állítom. Tehát még egyszer settings, display, és itt van egy olyan, hogy waypoint target. Ez nekem simple, ez a pont, a komplex pedig a célkereszt. Na nézzük, Süni. És ilyet bárki megkérdezi, ez akkor várt pirosra, amikor ellenfelet látunk. Így lehet bokorból kiszedni olyan valakit, akit nem látunk például. Tehát ez az első számú, és még egyszer mondom, ez nem mod, ez egy játékban fennálló dolog, tehát eredetileg is benne van a játékban. Ó, de nagy! Fel nekej! Egy a lényeg, ez egy létező dolog, nyugodtan használjátok, kinek melyik tetszik jobban. Papa! Ajaj, 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 ajaj. Nop, nop, nop. Na jó, gyere nyírki. Gyere. Na mi van? Hát ez kinyifon. Hopsz. Egy biztos, egy ilyennek a kimenetele előbb vagy utóbb ez lesz. Vagy az, hogy az ember manuálisan rázza le a sűriket, ami viszont tök értelmetlen. Na, menjünk is a következő pontra. Irány a fodrászüzlet. Fodrászüzlet, ez egy újabb érdekes dolog. Eddig egyszerűen csomóan megkerestetek ezzel, hogy miért van a hajamnak két különböző színe. Na, mindjárt megmutatom nektek, hogy hogyan csinálom. Mint látjátok, itt alapvetően bármilyen hajat választok, csak egy színt ad ki, a feketét. Mégis másik vörös is van a hajamban. Hogy én ezt hogy csinálom? Igazából csak itt alul kell keresni a lényeget, itt ahol villogtatok. Ugyanis, ha megnyomom a space-t, akkor mindjárt előjön egy második szín is, ami a hajnak a másodlagos színét fogja adni. Tehát így lehet kettő különböző színt adni ugyanannak a sérónak. Igen, elég érdekes női hajak vannak, de mégis. Simán lehet, és az ára nem nagyon tér el, ahogy elnéztem. Úgyhogy bármelyiket is választhatjuk. Elsőt és másodlagosat is simán lehet ugye összeállítani. Elég érdekesen néz ki, de simán lehet ilyen hajszint is. Sőt, én rakom is most már magamra, ha mennyire megtetszett. Igen, igen. És van olyan, hogy rövid hajból csinál hosszút, szóval ez is egy varázslatos dolog. Igen, ugye van egy-két olyan haj, ami csak időlegesen elérhető, mint például ez. Ezt például Valentin napra kaptuk, aki belépett Valentin napon megkaphatta. Illetve itt van ez, ugyan most rózsaszín, de Normi rengetegszer láthattátok. Ez pedig július 4-én érkezik. Az összes többi az elérhető bárki számára, bár némelyik elég ocsmány, hogy maradjunk finoman szólva is a témánál, ocsmányok. Igen. Tehát lehet itt ilyen érdekességeket. Igen, valamit már megint morgott a játék, de nem érdekel. Menjünk át egy ruhaüzletbe, és ott is mutatok valamit. Íme egy ruhabolt. Nem is kellett túl messzire menni. Oké, oké, nem érdekel minket, mit mondasz. A lényeg az, hogy választhatok ki nyugodtan itt egy ruhát, és simán el lehet menteni player saved outfitbe. Jó, ez mindenkinek köztudott, a kezdőknek mondom inkább ezt főleg. Bármelyiket, mint például, ugye,
Várjatok. Bárhol, ugye rá lehet menni itt az asszonykánál is, a nagy eladó asszonykánál. Ó, na azért. Meg ugye, simán a ruha választásnál is rámentek, és itt van néha, hogy edit szép outfit. És akkor én mondjuk nem tudom, mondjuk legyen erre az empty-re a 7-es számú ruha. Már is mentettem. Illetve, ugye többször mondtam már, de jól le vagytok értékelve. Várjunk, csak azt mondja, haste rider, minimalist, nem, business rebel, tactical steel, nem, shady, heavy combat. Na, itt van né, gyerekek, aki elkezdi ugye ezeket a haste-eket csinálni, illetve mastermindra készül, innen a haste heavy combatból vegye meg, vagy ezt a feketét, vagy ezt. Végül is mindegy, hogy a szürkét vagy a feketét választjátok, de ebből a kettőből az kell, amelyik térdvédős. Hogy miért? Mert némelyik elég nagy szopás, és azért nem árt. És végül is ez az, amelyik jól véd. Igazából mindegyiknek elméletileg egyforma lenne, de mi a térdvédések szoktuk használni. Nem tudom, hogy van-e valamiféle különbség. Lényeg a lényegben, hogy itt van egy outfit. Természetesen itt csak a felső rész, tehát ez a kevlár számít, és a nadrág cipő, tehát az alatta lévő részt, ami a kart takarja, nyugodtan le lehet venni, mert ugye ezeket külön is össze lehet állítani. De mindegy, a kezdők vegyék meg valamelyiket ebből, és miután megvették, úgy ahogy mutattam, megnyomjátok a space-t, és mentsétek el, nekem már egy le van mentve a militariba. Miért fontos ez? Mikor elkezditek ugye a hészteket, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy legyen ilyen ruhátok. Mert hogyha úgy van beállítva a hészt, rögtön ugye a... mi az? Tehát a nehézségi fok alatt be lehet állítani a, ugye a hostnak, hogy milyen ruhákat húzzatok fel. Ha azt állítja be, hogy player saved outfit, akkor meg vagytok mentve, mert ugye... nézzük csak. Mert akkor azt fogjátok ugye felhúzni azt a ruhát, ami nektek fontos a hész szempontjából, mint látjátok. Sapkát is lehet hozzáválasztani. Régen ugye fontos volt, hogy legyen sisak, de már leveszi rólatok automatikusan. Lényeg az, hogyha a host jól állítja be, akkor nektek lesz egy plusz védelmetek. Ugye ez a kicsiknél nagyon fontos, mert hogy haladtok föl a szintekkel, 120-as szintig, nektek a HP-tak is nőni fog, tehát kevesebb megy le, hogyha lőnek rátok. És ez a ruha valamelyes segít még pluszban, ugye az alacsonyabb szintűeknek. Úgyhogy ezt érdemes beállítani, legyen benne ugye a kinézetetekben, illetve hogyha a haste előtt fölveszitek, és be van állítva a haste-ben utána, hogy player saved outfit, akkor ezt a ruhát fogja nektek automatikusan beadni, és akkor védve lesztek. Jó, nem minden setupnál van, ezt előre mondom, nem mindegyiknél. Vannak olyan finálék, meg olyan felkészülési cuccok, amiben ugye nem lehet használni, ott extra óvatossággal csináljátok a dolgokat. Na, nézzük a következők. Kocsik! És jöhet a következő, ami nem más, mint a rendszámtábla. Hogy hogyan tudjátok ezt megszerezni? Hogyan lehet egyedi rendszámtáblát csinálni? Teljesen egyszerű. Szükségetek van egy okostelefonra, ami manapság már minden háztartásban ugye adott. Egy olyan telefonra, ami elviszi az iFruit nevű alkalmazást. Ingyen le lehet tölteni a Play áruházról, vagy bárhonnan igazából. És ezen az alkalmazáson belül találtok majd egy olyat, hogy custom, Los Santos custom, mint ugye magának ugye a kis műhelyünknek is, ez a neve. És hogyha ott bementek, akkor természetesen előkerül majd egy olyan lehetőség, hogy rendszámtábla, simán rápötyöghettek szinte bármit, és leokészhatjátok. Viszont arra nagyon figyeljetek, ugye, hogy... az jó, hogy bármit beírtok meg, hogy elfogadjátok, és hogy beállítjátok a színét, elmentitek, stb. Egy autóra rá is kell kérni még ott a telefonos alkalmazásba. Ha az megvan, akkor itt a játékban elméletileg megjelenik. Na most én ezt azért mondom úgy, hogy elméletileg, mert ugye én nagyon sokszor próbálkoztam ezzel a gyönyörű iFruit-os alkalmazással, és igazából... nem szerette beadogatni nekem. Nagyon-nagyon sokat próbálkoztam, de egy idő után beadta. A lényeg az, hogy még a telefonos alkalmazásban elméletileg kérni kell ezt a rendszámtáblát, vagy bármilyen ugye upgrade-et, vagy bármilyen változtatást egy bizonyos autódra, ami a te tulajdonodban van. Ennyi.
Úgyhogy lehet próbálkozni, és csináljatok magatoknak egyedi rendszámokat. Ja igen, az első az még ingyenes. Azt az érdemes tudni. Az első ingyenes, a következő már 100 000-be kerül. Tehát, hogyha pénzszűkében vagytok, akkor úgy próbálkozzatok, hogy legyen a számlán. Tehát a GTA a számlán, nem a telefonoson. Tehát nem valódi pénz, hanem GTA pénz ez is. És akkor menjünk tovább. Megérkeztem a Vespucci-ra. Nagyon sokan mondtátok, hogy vannak ugye a hintához hasonló dolgok. Ugye itt ebben a játékban. Na most sajnálatos módon én nem nagyon találkoztam ilyennel, mert ami volt, azt vagy kijavították már, vagy nem működik ugye a PC-n, mert ugye én PC-s játékos vagyok, azt tudni illik. És semmi ehhez hasonlót ugye nem találtunk, viszont van egy jó pofa dolog. Aj, csak sikerüljön. Ah, sikerült. Ez is legalább olyan jó szerintem, mint maga a hinta. Jó. Igen, jól látjátok, ezzel lehet ugratni. Csak vissza kell fordítani. No-no. És ha valaki rajta áll, akkor az nagyon nagy bugi. Ez jó lesz. Nem? Nem borult át. Hú, másik már is tűnt. Ez áll a legközelebb ahhoz a bizonyos glitchhez, bughoz. Amit ugye kértetek többször is. Sajnálatos módon, mint látjátok, gyorsan eltűnik. És folyton át akar mászni a karakterem, de nem tudom, hogy miért. Így. És mehet. Nem túl mobilos, de igazából mindegyik ilyen napernyővel működik. Mármint, hogyha sikerülne visszafordítani. A lényeg az, hogy fordítsuk föl ilyen állapotba. Álljunk rá. És mindenképpen jelzőrakétával lőjük. Hú, ez most nem jött össze. Mert ugye a jelzőrakéta az egyetlen, ami valamiért így ellöki. És nagyon jó lehet vele focizni is, mint látjátok. Igen, ez is egy egyszerűsített verzió, de nagyon király. Na, gyerünk, fordulj vissza. Ah, ez az. Még egy nagy ugrás. Aztán mutatom a következőt. Fuck, én is ezt mondom. Oké. Okay. Na még egyet azért próbáljunk meg, mert szerencsétlen nagyon fakkolt. No-no. Na, nem akar már visszafordulni. De. Még egy. Na jó, nézzük a következőt. Ugyebár rengeteg kérdés érkezett arról, hogy a vonatot meg lehet-e állítani. A válasz még mindig nem. PC-n egyszerűen lehetetlenség megállítani a vonatot, viszont van egy érdekességünk. A vonat magától is megáll. Igen, sokan láttátok PC-s videók során, hogy jaj, hát megáll a vonat. Tehát láttátok, itt a Power Station-ön megáll. Igen, gyerekek, a Power Station önmagától megáll, viszont nem lehet megállítani a vonatot. PC-n nem. Hiába lövöm ki a sofőrt. Hiába dobok rá bármit, ez eltapos. Ugyanis automata rendszerről van szó. Ez egy olyan rendszer, ahol a vonat mindössze egyszer áll meg. Jó, sokan mondjátok, hogy hát móddal meg lehet állítani. Persze, biztos. Egy rohadt móddal bármit meg lehet állítani. De nem modolunk, gyerekek. És nektek csak ajánlom, mert ugye
a GTA-sok eléggé durván veszik ezeket. Nem kicsit. Tehát lényegében az, aki csalni próbál bármilyen úton, módon, modolni, azoktól elveszik a játékot, vagy lenullázzák minden értékét. Tényleg nem éri meg GTA-ban csalni, amíg erre a játékra figyelve van, ameddig folyamatosan jönnek hozzá az update-ek és a többi érdekesség, addig egyszerűen nincs értelme csalni. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy a kedvetekért még ledobok pár C4-et, de a valóság az, hogy egyedül és kizárólag konzolon lehet megállítani a vonatot. Úgy, hogy mit csináljuk. Tehát itt a Power Station-en így is úgy is megáll, úgyhogy ha álló vonatot akartok látni, gyertek ide, lehet hozni fényképezőgépet, lehet szelfizni vele, áll a vonat. Szevasz! És léci, a kommentek között, ne kezdjetek el ezen veszekedni. PC-n, vagyis asztali számítógépen, PC-s verzió, legyen az eredeti vagy tört, nem lehet megállítani a vonatot. Persze mod nélkül. És nem fogok használni modot, mert nem éri meg. Tessék, robbantom, figyeld. Nem. Semmi. Várjátok, kilövöm a sofőrt is. Ó, semmi. Amúgy az a poén, hogy mindig ketten ülnek benne. Való életben. Nem lehet megállítani. Úgyhogy szerintem ezt a témát lezártuk. Mehetünk a következő és egyben utolsó érdekességünkre, amit ugye régóta kértetek ti is. Tiszta vizet öntünk mindjárt a pohárba, és... Hát nem tisztát, de vizet. Vízi világ. Egyszerűen gyönyörű ebbe a GTA-ban, nagyon szépen ki van dolgozva, és mit látjátok, van bőven benne látnivaló. Ez például egy hatalmas utasszállító. Nagyon-nagyon-nagyon messze a reptértől, tehát nem tudni, hogy miért zuhant le. Illetve aki erre jár, érdemes fülelni is, mert néhány olyan érdekes hangot is lehet hallani, amit még előtte nem. Hallottátok? Nagyon jó. Igazából gondolkoztam rajta, hogy majd hamarosan fogok csinálni olyan videót, amiben csak körbe-körbe megyek. Semmi extra. Csak körbe nézem ugye a... Ne. Csak körbe megyek, megnézegetek mindent. Ugye rengeteg felfedezett és felfedezetlen terület is van itt. Illetve a hangok. Ja, meg ugye az easter egg-ek sorából sajnos kimaradt egy, amit ugye nagyon nehéz elérni. Mondjuk majd megnézem, hogy ezzel a tengeralattjáróval képes leszek-e elérni, esetleg megnézni, illetve meghallgatni azt a bizonyos easter egg-et, ami nem más, mint egy lost easter egg. Egy kapszula van valahol a víz alatt, mélyen beásva ugye a földbe, csak egy kis része látszik ki, és ott morze hangok hallatszódnak. Majd azt szeretném megnézni, illetve majd még mindjárt mutatok valamit. És még mindig a víz alatt van itt egy különlegesség számotokra, ami nem más, mint az egyetlen UFO GTA Online-ban. Azért mondom így, hogy GTA Online-ban, mert ugye single-ben, hogyha 100%-ig végigviszitek, akkor két helyen még lehet látni UFO-t, repülni, zajongani. Ez már egy kicsit csendesebb verzió. Illetve, hogyha GTA Online-ban UFO-t láttok, az valószínűleg egy hackernek a műve. Ezen kívül természetesen. Bemenni nem lehet, ezt már párszor megpróbáltam, illetve Rebritere is csak óvatosan gyertek le ide, mert... Idő után ugye inaktivizálja magát ugye a Rebriter, és hajlamosak az emberek megfulladni, én is pár szor már itt végeztem. De egy biztos, a víz alatti világ még mindig gyönyörű, és rettenetesen sok felfedezni való van. Na de, szerintem ennyi elég is ebből a videóból. Ha van valami érdekesség, óhaj, sóhaj, panasz, nyugodtan írjátok meg. Nyugodtan írjatok nekem, hogy mit mutassak még meg, illetve ha van rá igény, akkor csinálok egy tenger alatti részt is. Szöveggel vagy anélkül. Nekem mindegy.
amiben ugye megmutatok minél több dolgot. És hamarosan következik a Tikértétek sorozat, amiben még mindig rengeteg érdekesség van. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!